Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHolom csatorna Bannerlord sorozata. Onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. A Kuzaitot próbálom most teljesen megszüntetni, de jelenleg ugye háborúban vagyunk szinte mindenkivel. Vlandiával kibékéztem egy gyorsat, nem fizetnek sokat, szóval remélem, hogy nem lesz annyira kedvük háborút hirdetni ellenünk. Talán jobb lenne, hogyha mi fizetnénk nekik egyébként. De mivel nem én állítom be a békeszerződés feltételeit, ezért ők fizetnek nekünk. Ne értsétek félre, azért lenne jobb, hogyha mi fizetnénk nekik, mert akkor lehet, hogy kevesebb kedvük lenne megtámadni minket. És nekem az kéne most, hogy egy ideig csöndben maradjanak és nyugiban. Jó, ezt az erődöt, ezt itt lenyomkodom. Ha valaki esetleg azóta újonnan van itt, és nem látta, hogy ilyenkor mi történik, és kíváncsi rá, akkor ezért most benne hagyom ebben a részben. Az történik, ezek, megépítem a... Mik ezek? Trebusék. A trebusékat megépítem. És ezek a legjobbak faltörésre, meg a ostrom felszerelések elpusztítására. De még mielőtt lekerülne ténylegesen és elkezdene lőni, azelőtt felveszem. És aztán amint megvan egy 3-4 darab, szóval mindjárt mondjuk meg lesz egy harmadik. Akkor úgy nagyjából egy időben hagyom, hogy lekerüljenek. És akkor amiatt, mert 3 trebusénk már len van, ez a 3 trebusé, ez elegendő, hogy elveri az ő trebuséit. Közben meg itt már készítjük a következőt, ugye. Az is elkészült, itt most építek egy faltörőkost, amivel majd kaput fogunk bezúzni. Látjátok, szétlőjük szépen az ő faltörőkosait, hanem ostrom felszerelését, a 3 darab trebusé plusz, ami később elkészült. Az elegendő. Illetve egyet már vissza is veszek és elkezdem készíteni az onagert, mert az onager az, főleg a tüzes, az a legjobb ténylegesen arra, hogy katonákat öljünk, miután elkezdődött a csata. Ezek a trebusék valamilyen fura oknál fogva nem nagyon akarnak lőni, miközben ténylegesen len vagy a pályán és harcolsz, ami neki kicsit szomorú vagyok, bevallom őszintén. Mindjárt készítek is egy következőt. Megvárom, hogy a falakat belőjék, és utána szép lassan kicserélem a trebusékat onagerekre. Úgy belőtték a falat, mert a következő. Eközben várjuk szépen, hogy lejjebb menjen az ételük, és ahogy lemegy az ételük, ez a csapat itt, ez mindig a Garrison, a helyőrség, amit manuálisan helyez be az éppen aktuális nép vagy te, azok halnak éhen jóformán. Szóval 142 fővel kevesebben lesznek. Kevesebb főt kell ledarálnunk. Ez az igazán jó benne. Most már 2 fal betörve. Ostrom felszereléseiket folyamatosan lőjük. 3 darab onager. Még egy negyediket is jó lenne elkészíteni. Sőt, igazából tudjátok, mit helyette egy tüzes ballisztát készítek. Úgyne. És voltak éppen, hát még az éheztetést kéne megcsinálnunk. Ezt kicserélem a gyengébbi konagerünket, és akkor azzal dobáljuk itt a dolgokat. Jaj, történnek itt. Karkergit, valami békét szeretne, meg Ressos kastélyát. Ó, Ressos kastélyát visszafoglalták. Ezt a nyugatiak elfoglalták tőlünk. Jó, ezt nem is kérdőjelezem meg. Neki is egy területe van, szóval neki adjuk. Úgyne. Helyes, helyes, jól csinálják a dolgokat. Látok, 128-an vannak, mindjárt fogy, 114-en. Azt megvárjuk, hogy teljesen lemenjen. Valahol közben foglalnak területet? Aha, penkanokot foglalják éppen. Az érdekes, az ével kapcsolatban közben megtámadott Vlandia minket újra? Nem. Penkanokot valaki foglalja. Az komoly, az Vlandia melletti terület. Rögtön. Kár, hogy ilyenkor nem nagyon tudok görgetni így a térképen nézelődve. Téged is válaszunk. Tehát ennél jobban nem tudok kimenni. Pedig nézelődnék a térképen, ameddig erre várunk, hogy itt igazából kiéhezzenek a fenébe. Ó, kilőtték az egyik onageremet. Ott nem egy trebusé volt, ott egy onager volt. Úgy. Tudom, hogy ezt el is rakjuk, és kész. Hopp, és erre figyelni kell nagyon. Kohézióra. 39, mindjárt meg is vagyunk, mert csak 570-en vannak. Ilyen faltörő kosokat én azt vettem észre, hogy abszolút nincs értelme készíteni, hogyha belőttél 2 falat. Tehát, hogy nagyon nem. Azt még ott szétlövik, addig az kiéhezett, ki is fogytak, na most támadunk. Játszom le? Lejátszom. Nem játszom le. Tudjátok, miért nem játszom le? Megnézzük, előbb 70 embert veszítettünk, amikor lejátszottam.
Most megnézzük, most mennyi lesz. Ja, itt egy ballisztám volt, nem is egy onagerem. Mindegy, most már onager marad. Mennyi emberünk hal meg? 76. Hát, voltak éppen mindegy, hogy lejátszom vagy nem játszom. Ezt még meg lehetne trükközni még jobban. Tehát tudsz olyat csinálni, hogy bemész, nem küldöd előre a katonáidat, tehát hátul tartod a katonáidat, hogy ne lőjenek, ne lőjék le őket, bla bla bla. És egyedül a zonagereket, a katapultokat használod arra, hogy ledaráld az ellenfeleket. Visszamész, megint bemész. Vissza, be, ki, be, ki, be. Egészen addig meg, ameddig ki nem lövöd az összes emberét. És voltak éppen az játékidőben sem változik, mert nem telik el idő, hogyha be, ki, bemész a csatából. De az nagyon cheesy. Így szoktam mondani az angol. Az nagyon sajt. Az nagyon sajt. Az nagyon ilyen kis csalós megvalósítás szerintem. Az már túlzás. A trebuséknak az egyszerre való lehelyezés az... Én a mondó vagyok, hogy az még olyan valós, de az, hogy át mondjuk nem. Technikailag igazából az, hogy szarrá lövöd őket távolról katapultokkal, az is teljesen valós. Jó, én itt húzom meg a határt a játékmechanikában. Én itt húzom meg a határt, mert a valós időben viszont telnie kéne az időnek. Szóval két képességünk van, ami party leadert fejleszt. Ezt az elsőket nem is kell néznünk, mert az csak helytartók kapják meg, az nekünk mindegy. Plusz 20% morált kapunk győzelmekben, morálból általában 100-on vagyunk. Banditákat átkonvertálhatjuk reguláris katonákká. Na nézzük meg azt, hát ha lesznek banditák, akiket át tudunk konvertálni. És itt van Break School, egy rogerit fejlesztünk neki. Neki a helytartó az nem kell, de helyette inkább a party leaderes képességeket megkapja. Úgyné. Na, még egy terület elfoglalva. Aj, nem mondott komolyan, hogy elfoglalták. Isten verné meg őket. Nye. Mennyi helyőrség van ott? Itt mennyi van? 260. Jó, akkor ezt nem fogják elverni így könnyen. Ezt elkapom véletlenül? Nem. Csigalassúak vagyunk. Mennyien vagytok ott helyőrséggel? 202-en. Jeez. Hopp, itt választhatunk a kettő közül. Neki van egy... Egy... Nem, két település, egy kastély, és egy kastélya, jól nézem. Neki meg nincs semmije. Jó, akkor ő megkapja. Altú? Altúnak mennyire akarnak? Mondjuk Altú megint egy területtel van. Jó. Az egyik fal be van lőve. Van Garrison, viszont éheztetjük őket, az egész jó. Oké, okay. Akkor mit szólsz ahhoz, ha én most ezt úgy csinálom meg, hogy csak tüzes ballisztákat fogok használni. Semmi mást. Nem akarok sok időt eljátszani, tehát haladni akarok. És ameddig ugye itt vagyunk, addig visszafoglalnak egy másikat. Szóval felhúzunk néhány ballisztát, addig kiéheztetjük őket. Hú, a katapultjai miatt széjjel lövik a ballisztáimat. Jó, az a ballista működött. Átvettük az irányítást a ballisztákkal. Jó, mindegy, mennyit veszítünk? 30 fő. Jó. Nem olyan vészes a türelmetlenségem miatt. Igen, voltak éppen itt kéne hagyni katonákat, és akkor nem veszítenénk el, vagy odafigyelni, hogy ne foglalják el, ameddig máshol vagyok. Ki vagy? Jean Willow Bark, azt hiszem ő, igen, ő a medikünk. Party leader, hát voltak éppen egyik sem segít nekünk, mert te nem vagy party leader, szóval teljesen mindegy, milyen pontot adok neked. Azt nézzük meg, hát ha van valamilyen attribútum pontjuk, itt van a Cures-nek, van egy fókuszpontja, és... Te milyen fegyverre vagy? Mindegy, odaadjuk neked az egykezes fegyverfejlesztést. Fókuszban. Ja, teljesen mindegy. Mennyire létjátékban vagyunk, hogy már tök mindegy, kinek mit adok.
Na jó, oké, gyere gyerkőc. Te úgyis nagyon izé vagy már. Nagyon-nagyon hátul van az örökösödési listám. Egy terület, nem kettő terület. És mit csinálnak vajon a seregeink? Penkanok az lázadással esett el? Ja nem, ez Aszrájhoz tartozik. Az Aszráj foglalt el Penkanokot. Hát senkivel nem tudunk békét kötni. Akkor muszáj leszek itt előre haladni itt a dolgokkal. Szóval annyian vannak még itt létszámban. Na, hát ha oda rá tudok menni. Hopp. Azokat ott ledaráljuk. Harminc fő? Wow. Úgy ezeket visszük. Azért nem rakom maximumra a létszámunkat, mert folyamatosan fogom el a legjobb embereiket, és azokat ugye tudunk toborozni oda. 154 fő. Vagy elkezdek ostromolni, szerintem meg fogják támadni azt a területet. Na, hú, de jó lenne, ha el tudnálak kapni titeket. Ó, ez nem tudom, hogy sikerült, de elkaptuk őket. Ó, oh, hell yeah. Húljatok el, kedveseim. Ez az, most már csak nem szabad, hogy békét kössünk. Ez kellemetlen lenne. Jó, innen felveszünk egy keveset, nem vesszük fel mindet. Tik 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 tik. Annyi emberünk fejlődik, mivel most nagyon sok katonát átadtam ugye a Break Schoolnak. Van közel. Ti még gyertek, csatlakozzatok hozzám. Kell létszám. 700-an vagyunk, 700 az kevés lesz, szerintem, hogy a kuzait maradék részét megszüntesem. 600-an vannak ebben az erődben. Hagyjál már véken. Ezt az erődözet is éhezésig kell izé pusztítanom. Elképesztő. Na, felugrott, hogy békét akarnak a kuzaitokkal, el kell foglalnom őket. Ezt üssétek be azt a falat. Ah, és lőjétek ki azt a katapultat, léci. Úgy. Jó. Az baj, ez 24 órán vagy 48 órán belül meg is el is döntik, nélkülem is. Szóval jó, hát akkor figyeljetek, a kuzaitnak még mindig lesz egy területe. És ez egy elég csúnya támadás volt a részünkről. Ó, Imperial lett. Ezek jöhetnek. Ez is. Tehát ezt még itt lehetett volna éheztetni, még lehetett volna őket lőni, de mivel békét akarnak, egyrészt ezt a kastélyt most már el kell döntenem, mert most már rám szólnak, hogy uralkodom, most már mondja meg. Nem, ne add oda a kastélyt, adjuk oda valakinek másnak majd, hogyha nem befolyásba kerül nekem, hogy eldöntsem. És itt van a békedöntésünk is. Jó, elfogadjuk. Sajnos egyetlen területük maradt még a kuzaitnak. Egyetlen egy területük. Ez szomorú. Viszont a birodalmat azt meg tudnám szüntetni, ennek két területük van összvisz. Két városuk van. Nem egészen értem a logikát így az AI-ban. Tehát, hogy most a diplomáciában az Aszráj az balanced. Stratégia kiegyensúlyozott. Nyugati birodalom offenzíva. 4700 embert veszítettünk ellenük. Ezt hogy játszottátok le velük?
Tehát nekem az bőven elég lenne, hogyha legalább be tudnám jelölni, hogy kiket támadjanak, de hogy még az se, arra se hallgatnak. Gondolom a városfoglalásuk miatt. Mindegy, mert azzal, hogy az Aszarály ezt a kettő területet elfoglalta, azzal Vlandiának a célkeresztjébe vannak, de elég rendesen. És amondó vagyok, hogy mivel itt van a két seregünk, mi most itt velük nem foglalkozunk, hanem megyek a nyugati birodalomhoz, és elintézem a nyugati birodalomat. Nyugati birodalom? Nem tudom, a nyugati birodalom. Mindegy, a birodalom most már, mert igazából nincsen nyugat, meg se kelet, meg se dél, meg se észak tőlük, hanem most már csak birodalom van. Oké, lehet neki. Van még olyan emberünk vajon, akinek most nincs területe? Nem, mindenkinek van. Van egy-egy, akinek egy területe van. Ez szomorú, de ez van. Azt elpusztították, azt is lefosztották. Szargotnál fellázadtak. Mi embereket nem fogunk így felvenni. Viszont eladni eladok. Azaz, legalább attól megszabadultunk. Ez hol van pontosan Szargot? Aha, igen. Pont erre gondoltam. Sejtettem, hogy a Aszrájtól fellázadtak. Ha már meg tudjuk oldani, hogy csak egyetlen egy nép legyen rajtunk kívül, az már is exponenciálisan megkönnyíti a dolgomat, mert a nemeseim azok akkor velük foglalkoznak, értitek? Tehát akkor nem egy irányba mennek, míg a másik irányból végig foglalnak minket, hanem akkor mennek abba az egy irányba, amerről foglalhatnak minket. Ez sem teljes megoldás egyébként, mert az Aszarálynál ugye két irányból is jöhetnek, mert akkora a területük, szóval ezért lenne jó, hogyha őket intéznénk el a Vlandia előtt. De hát ez van, majd valamit kitalálunk. Egyelőre mindegy, a nyugati birodalmat intézzük el, vagy birodalmat pontosítva. Nyugati birodalom van még? Ha nagyon technikaiak akarunk lenni. Ja, a nyugati birodalom. És miattuk, ugye Resszoszka, azt hiszem enyém volt Resszoszka kastélya eredetileg. És kiosztottam az egyik emberemnek én, hogy egyensúlyozzam picit a kiosztási létszámokat. És most miattuk elveszítettük azt a kiosztást. Na mennyi? 50 ezer? Hát az nem lesz elegendő itt a ruháinkra se. Vannak? Milyen fogjaim vannak? Csak a Kuzeit Kangard. Veszítettünk az íjászainkból. Ez bővítelem kell, hogy azokból kapjunk vissza. Viszont már 900-an vagyunk. Majdnem egy ezresen. Szépen szedjük vissza magunkat. Anat megszökött Tepik rotából. Azokat ott le tudjuk viszont. És nem adják meg magukat. 1000 fő megy ellenük, és azt mondják, hogy nem mi ezt lejátsuk. Még csak nem is fejlődtek a katonáim ebben. Melyikkel kezdjük vajon? Mindkettő egy nagyon nagy ostrom lesz. Csak azért fogom ezzel kezdeni. Ezzel, mert ha csak ezt foglaljuk el, akkor Epikroteánál növeli a határt. Vicces egyébként, hogy Epikrotea körül foglalgattam eredetileg, és nézzétek meg konkrétan, itt ezek a legbiztonságosabb városaink. Jó, valami belement a szemembe. Fogadjunk a saját szempillám, próbálja kinyírni a szemgolyómat. Ez milyen érdekes dolog, amikor a saját szempillát ki tudja szúrni a saját szemedet. Ezer 50 fő. A kiszer kastélyát támadják. De majd az lesz nagyon jó, hogyha itt a sivatagi nép fogja azt, annyira elfoglalgat minket, hogy innen hátulról kell megint szórakoznunk majd egy csomót. Vlandia most szerintem rosszabbul áll, mint a sivatagi nép.
Asszarály. 14 ezer az erejük Vlandiának, nem 14 ezer nekik is. Viszont az asszarálynak sokkal több klánja van. Mondjuk ez a sokkal több, az három klánnal több. Ennek az lehet az oka, hogy ugye... hoztuk el tőlük folyamatosan. Vlandiától folyamatosan gyengítgettük őket azzal, hogy elveszem a klánjaikat. Egyszerre, egy szép napon tudom, hogy odaérek. Tarattattam. Ruhák. Jó, azt nem adjuk el. Jó, így ne. Annyiább pótoljuk is azokat a cuccokat, amiket eladtam. Na, mekkora lesz a jövőség? 900. Nem sejtettem. Nem baj, mert nem látom, hogy nagyon ostromolnának. Tehát háborúban vagytok valaki mással is rajtunk kívül? Mennyi klánotok van? Hagyjad, már több klányuk van, mint a izéknek. Nem? Ah, nincsen. Ott csak másképp jelzi. Oké. Tehát azt hittem két ilyen sorjuk van, tehát 20 klányuk van, de nem. Igazából nem állnak rosszul a többi néphez képest, de hozzánk képest még így is messze kevesen vannak. 670 fő? 150? Kijöttek belőle. Hopp, ott. Ezt el kell vernünk. Nem engedhetünk ilyen... Na nézd meg, bazd meg, azt elkezdenek futni. Oh, jeez. Gyere ide! Nekem már végig rohannom a félvilágot miattad. Egy fogoly. Csak egy fogoly. Ez nem volt sok. Viszont jó király. Ezeket fel is vettük, ezeket a lovasokat. Itt jó egységek vannak, akiket most szereztünk. Ennyi. Innen meg nem veszünk föl senkit. Seregüktől most megszabadultunk. Remélem addig nem foglalnak, mert az a legrosszabb, hogy foglalgatnak össze-vissza. Ja, most bemennek ide még milliónyan. És bementek még legalább százan oda. Jó, hogy 10 napot itt fogunk tölteni. Nem baj, két területe van. Két területe van a nyugati birodalomnak, és vége van a kuzaitnak. Egy területe maradt. Időkérdés, hogy megszüntessük ezt a két királyságot. Nem hiszem el. Csak megtámadott minket Vlandia is. Megint is egy csomó területet fogunk veszíteni ott. Sose fogunk végezni ezzel a húzabonával. Ide-oda rohangálni, elverni mindenkit, mert békekötés folyamatosan, mert a félvilág ellened van. Aj, de bosszantó. Nem baj. Legalább a nyugati birodalomtól megszabadulunk, utána megszabadulunk a kuzaittól, mert valószínűleg nem sokára ők is megint megtámadnak minket. Most igaz, még 6 napot kéne várnom. 5 nap alatt igazából beostromlom annyira, hogy el tudjuk verni. 100 főt fogunk veszíteni, hogyha én most megtámadom őket. Nagyjából 100 főt. Lehet meg is csinálom. Ezt az 5 napot megvárni, az túl sok idő. Egyszerűen most jelenleg a játékidő, amennyi idő nekem egy-egy erődöt tökéletesen elfoglalni, az egyszerűen túl sok. Tehát jobban megéri lehet nekem keresztül menni rajtuk és embereket áldozni. Nézzük meg. Mondjuk 920-an vannak. Az előző az 500 fő volt, azt hiszem. Mindegy, 4 darab onagerünk van. Mm. 200 főt veszítettünk. De sok volt.
Egy mentésemnél egyébként egyszer tök lazán kipróbálnám, hogy mi történik, ha lefejezem az összes foglyomat. Tehát, hogy a nemeseim itt hagynak-e egymás után, vagy senkit nem fog érdekelni, és csak utálni fognak a fenébe. Ezek legyenek, ti meg megint lovas, úgy. Nem érdekel, most nem akarok foglyokkal foglalkozni. Tudom, hogy el tudnám adni, de annyira nem számít a pénz nekünk. Igazából csak azért nincs pénzünk, mert nem tudom eladni a cuccaimat, de ha el tudnék menni haza, akkor el tudnám adogatni őket. Na, mínuszba estünk. Jó, ezzel végeztünk. 600-an vagyunk, összvisz. Ja, ezek a mi katonáink, ez meg az egész létszámunk. Aha. Aszrály ellen jó plénz fizetéssel tudnánk egy békét. Illetve a nyugati birodalommal is tudnánk, de a nyugati birodalommal nem vagyunk kisegítve. Nézzük meg, még mennyien vannak azon a területen. Mennyi védő van? 300. Jó, remélem nem foglalják vissza. Ez már egy 700 fős asszarály sereg. Mondjuk voltak éppen mindegy nekem. Tehát az asszarály vagy Vlondia ezt itt elfoglalja, az nem érdekel. Az, ami nem kéne, hogy megtörténjen. Valaki támad egy területet. Utheim kastélya. Aki nem kéne, hogy visszafoglalja, az a nyugati birodalom. Mert én most meg akarok szabadulni a nyugati birodalomtól. Hatodik, ha szakad. Roteát eldönteni, hogy kié legyen. Tehát egy csomó területetek van. Jaj. Úgy az a helyzet, hogy ti ilyen 30-36 perces videókat láttak. Úristen, 1400-an vannak ebben az erődben, srácok. Azt kéne, hogy onnan kimenjenek. Marunattot is támadják. Ja jó, Marunatt az nem olyan nagy probléma. Ezt nem fogom tudni elfoglalni így. Tehát ide nekünk be kell hívnunk még embereket. Most egy csomóan odaállnak. Ezer 600. Na most jó lesz, most kimentek belőle. Most nagyon kimentek belőle. És 1100 fő van védőnek. Viszont 6 nap. Jó, itt tudunk éheztetni. 700 fős helyőrség van. Ezt le tudjuk éheztetni. Jó. Csak ne foglalják vissza addig azt a területet. Hogyha ezt elveszítették, akkor veszített a nyugati birodalom, kiesett. Gyerünk. Ó, békét akarnak a nyugati birodalommal. Akkor van még úgy 48 óránk, hogy ezt elintézzük. Ezt be kéne ütni. Jó, azt is készítsétek el. Oké, nagyjából úgy az első napunk az letelt. Ez egy véres ostrom lesz. Az egyik falat talán belőjük. Jó, nem fogjuk. Ez már a... Tehát ez utáni nappal. Most ugye éjszaka van. Most nincs katapult. Ó, de egy katapultjuk van. Kettő is most már. Oké, most nincs katapultjuk. Jó, ez jó. Hát akkor figyeljetek, ezt így megostromoljuk, mert nem akarok békét kötni velük. Le tudnám szavazni, hogy ne kössünk békét. Viszont valami 1000-valahány száz pont. Ugye minél több nemesed van, annál több ilyen pontot kell belefektetned arra, hogy leszavazd az ilyeneket. Szóval nem akarok ennyit. Itt nagyon sok katona van, ennyi nem kell. Itt is nagyon sokan vagytok, ott se kell annyi. Itt is nagyon sokan vagytok, ott se kell annyi.
Itt is sokan vagytok. Tudom, hogy alapvetőleg sokan vagyunk, de itt olyan kevés számokat láttam. Jó, ez most így, így sokkal szebb lesz. És akkor azt mondja, hogy én ezeket így elkezdem csak random elhelyezgetni. Úgyni, valahol, ahol kettő van. Így. Jó, hát ez... Ez véres lesz. Itt sok embert fogunk veszíteni. Mert most ezren vannak konkrétan. Nekünk van 4 onagerünk. Hú, mondjuk az éjszakai csatákat mindig is szerettem. A Total War-ban nagyon jól néznek ki. Tehát ez ahogy a lövedékek mennek és lángolnak, meg a tüzes nyilak. Total War-ban baromi jól tud kinézni. Jók az éjszakai csaták. Megpróbálunk beállni egy pozícióba, hogy mi is lőjünk egy-kettőt. Nem tudom, hogy ez mennyire fog működni innen nekünk. Hát nem. majdnem igazából oda ment, ahova céloztam bele. Azt nem pofán küldtem? Azt kilőtték még, mielőtt meglőttem volna. Ezt megöltem. Azt is. Azt is. Számszerű jelsz. Ezt csak eltaláltuk. Hogy miért nem két nyíl táram van? Értitek? Kevés nyílvesszőm van ahhoz képest, hogy mennyi volt régebben. Jókat találnak. Nem tudom, ki lő engem. Az mellé ment. Itt, ha minden igaz... Ó, itt nem látok nyilvesszőket. Pedig szokott lenni ilyen nyilvessző tartós dolog. De mondjuk a falban szokott lenni, de... Mindegy, most nem akarok akkor azzal foglalkozni. És nem is vettük fel a izénket se. Kardunkat se. Nem baj. Hogy állunk? Mennyi embert veszítettek? 120-at? Jó, az egész jó. 7-20-an vannak még. És be se értünk ténylegesen. Jó, elkezdtem leindulni. Ó, miért nyitottad le, barátom? Meg kellett volna várni, hogy még legyenek itt embereink. Oké, elfogadjuk. De... Nem lehet hátrálni egy picit se. De lehetetlen küldetés ennyi pajzs mellett ütni. Még ha az előttem álló nem is védekezik, még akkor is kivédik a támadásomat. Baj, rugok! De vezetnek minket. Leszünk itt jóban. Hopp, lelöktek. 93 élet. Ez micsoda? Ja, Darna. Jó, hogy nem ránk esett. Uh!
Várjatok, várjatok, ők rám jönnek. Nem akar valaki erre jönni? Amúgy nyitva van az ajtó. Nem, mert nem vagytok annyira szétosztva. Ti azt rohamozzátok? Aha, azt rohamozzátok ott. Nem baj, gyertek felém. Nem jönnek. Nem hiába mondom nekik, hogy jöjjenek ide. Ez vagy fentről ott lőnek. Félek bemenni ütögetni. Ó, nem, ott megindultak. Nem tudom, mi történt, de megindultak. Működött a parancsom. 120 embert veszítettünk, ha így folytatjuk, 240-et fogunk. Ez nem olyan vészes. Amúgy nem vágom viszont, várjatok már, hogy van 320 ember egy helyen? Tehát ezek így egyesültek a csapatok? Pedig direkt külön választottam őket, hogy legyenek azért kicsit szétválasztva. Ne legyen mindenki egy helyen. Tök jó lenne, ha fel tudnék menni a falra. A falon is sokan vannak még. Hú, mennyien jönnek ott. Ezt közben valaki meglőtt engem. Fentről lőttetek legalább? Na mindegy, legalább begyorsítjuk a játékot így. Fel akartam menni, hogy felvegyünk egy nyíl... tasaknyi adagot, vagy nem tudom, hogy mondjam. De mindegy, így megnyerjük gyorsban. Nyertünk. 200 embert veszítettünk, ez nem is olyan vészes. Egész jól le lettek darálva. Megint beküldeni, de legalább ne ilyeneket küldjetek már be, hanem mondjuk azokat inkább, azok rendes olyan egységek, amik ló nélkül is teljesen jól el vannak. Viszont... Most elengedtem? Most elengedtem. Nem tudom, mit nyomtam ott. Jó, ez nem érdekel engem most. Azt hiszem, ezzel megszüntettük a birodalmat. Mutasd. Nyugati birodalomba békét? Hát, this kingdom decision is not relevant anymore. Jó, most egy csomó klán, ami független lett, az most háborút hirdetett ellenünk. Ellenben viszont itt van a nagyszerű győzelmi jelünk. Jaj! Végre megszűnt a nyugati birodalom, és ezzel most már teljesen megszüntettük a birodalmakat. Oké, ez az új területünk. Az a kérdés viszont, hogy innen föl tudok-e valakit venni. Taedos, Sejon, meg Sejeron. Egyik sem. Mondjuk ezektől a Forest People-től, várjál, valamelyik őtök? Mulum. Mulum vezeti. Tárgyaljunk csak, Mulum. Fel tudlak venni titeket? I've decided to free you. You may go. There is something I would like to discuss. Our realm should make peace. Mi az, hogy még fizessek még 100 000-et azért, hogy békében legyünk. Meg még a pofám azt. Inkább lefejeznélek téged. Na, jó, legalább megszabadultunk tőlük így a nyugati birodalomtól. Még ha el is foglalják a területet, szerintem így se úgy se jön vissza a birodalom maga. Zaszrája, közel vagyunk egy békekötéshez. Most ők nem is háborúznak egymással, nem? Nem, viszont egy csomó klánnal vannak háborúban. Nekünk itt vajon mennyi klánt mutat így? Igen, csomót. Na jó van, srácok, remélem jó szórakoztatok, remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is, addig is gondolkozzatok el, hát ha megnéztek mást, amit, hát na, addig is nézzetek körbe, hát ha találtok mást, amit szívesen megnéznétek.
a legközelebbi videóig. Sziasztok!